Sziasztok srácok, itt Nándi, és igen, jól látjátok, ez a pillanat is gyakorlatilag elérkezett, amikor Hearthstone videóval jelentkezik a Crafter Szivacs csatorna. Hát Máté most nincs itt, mert ezt gyakorlatilag éjfélkor veszem föl ezt a részt, vagy videót. És így is kb. Több mint egy órás is lehet akár, attól függően, hogy mi fog történni. Hát gyakorlatilag az én Hearthstone karrieremről annyit kell tudni, hogy 3 nappal ezelőtt kezdtem vele játszani, de előtte már 2 hónapja, vagy 3 hónapja nézek különböző streameket, meg videókat Hearthstone-ról, tehát nem vagyok teljesen fű hozzá, de azért a lapok nagy részét még így is nem ismerem, tehát azért sok-sok minden van, amit nem tudok. Sokkal több, tehát sokkal kevesebb olyan dolog van, amit viszont tudok és jól tudok. Ilyen is akad egy-kettő, de azért a lapok többségét még így se ismerem, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi történik. Hát egy arénát fogunk így végig játszani. Fú, hallod, hát az a helyzet, hogy nem értek még egyelőre ehhez a játékhoz, mert 3 nap alatt... Hát nem tudom, sok minden nem lehet tanulni, tehát oké, hogy nézem 2 hónapja, de azért játékkal többet lehetett volna tanulni. Tehát, hogyha 2 hónapja játszanék, az többet érne, mint a 2 hónapnyi stream nézés, de hát majd meglátjuk. Na, egy arénát nézzük akkor a 3 féle. Úristen. Hát... Rugóhoz egyáltalán nem értek, tehát az biztos, hogy nem. És a paladin meg a priest azt szeretem mind a kettőt, de talán a pala az, ami jobban fekszik nekem. Meg a priest arénában nem annyira erős szerinte. Legyen paladin. Legyen ütrle. Ó, egy epikkel kezdünk. Mi az istók? Na, egyiket se ismerem, hogy mit csinál. Azt mondja, hogy 3 drop, 3x3, és pirate. Pirate-ökre izgul. Hát nem tudom. Aztán van egy 5 drop, 2, aztán Battlecry, give your silver and recruits. Hoppá! Na. Igen, csak az a helyzet, hogy ez Master for Battle-lel együtt ér valamit. Mert így Hero Power mellé nem pikkelném ki, csak úgy simán. És akkor van a Junkbot. Ez meg Mech. Mechekre izgul. Hát legyen ez. Hát, ha jön egy Master for Battle. Mert különben nagyon szar. Tehát így egyébként nagyon... Ezeket sem nagy... Hát ezt ismerem, meg ezt is ismerem. Ez igazából nem egy rossz drop. De ez mit csinál? Igazából ez se rossz. Na melyik? Melyik a jobb? Igazából szerintem ez. Mert ez bármilyen minionnak a halála. Tehát az lehet az én Silverhand recruitom is. Meg bármilyen szar, igen, ez jobb. Grim Patron, hát istenem. Az előbb játszottam egy arénát, és ott Warriorral voltam, és egyszerűen mindent felhúztam, ami a Patron Varihoz kell. Kivéve magát a Grim Patron, tehát hogy így lol. Hát ajaj. Ezt nem kéne szerintem. Ez nem rossz. Főleg Paladinnal nem rossz. A Green Patronnak Warriorral együtt lenne értelme szerintem. Mert milyen sebzést, tehát ha kirakom ezt 5 manáért 3x3, akkor én milyen sebzést tudok neki okozni paladinnal? Tehát nem. Nem csinálnék ebből egy ilyen patronos paladin, inkább legyen ez. Úristen. Hulladékok tömkelegével van dolgunk, gyerekek. Hát melyik a jobb, az Elven Archer, vagy a Divine Shield-es cucc? Legyen az Archer szerint. Vár igaz, hogy... Várjál? Ja, legyen ő. És biztos, hogy fogok sok hülyeséget csinálni, tehát hogy így nyugodtan le lehet cseszni a kommentekben, hogy ez hülyeség volt, meg ezt helyett azt kellett volna, meg mit tudom én, tehát így most szögezzük le, hogy nem értek ehhez a játékhoz. Hát Explosive az hulladék, ez a Seal of Light, ezt nem is ismerem. Lol. Hát itt simán ezt kéne csinálni szerintem.
Hűha, Mikromasinát nagyon szeretem, ez egy jó kártya. Ez szerintem nem, á, legyen ő. Hoppá, 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 hoppá. Ez is jó lap, és ez is jó lap, laphúzás. Szerintem... Miért kellett egyszerre jönnötök? Legyen a laphúzás. Alarmobot, az mekkora egy szar, Istenem. Ezt nem ismerem meg, ezt se. Deal 2 damage to all minions with death rattle. Hát ez mi? Mondjuk 3-ért 4x3 az alapból se annyira nagyon rossz. És nekem nem nagyon vannak death rattle-ös izéim eddig. Ja, eddig nulla. Úgyhogy ha nem húzok fel sok death rattle-t, akkor ez egy jó lap. Vagy itt van ez, ezt nem ismerem. At the end of your turn, give another run. Plusz egy health. Hát könnyű leszedni, ezt bármi leszedi gyakorlatilag. Így egy health-et így ad valakinek, és utána meghal. Tehát szerintem ez jobb. Na, na, itt van megint ez, ez jó. A többi úgyis szar. Jó legyen ez. Legendary! Ha! Legendary pick. Az komoly, egyiket se ismerem. Mit csinálnak ezek? Also damages the minions next to whomever he attacks. Az mi? Bassz meg! Úgy sebez hatot, hogy a célpont és a mellette lévők is sebződnek hatot. Anyám, borogas, és 8 mana. Jó, ez micsoda. Whenever a friendly minion dies while this is in your hand, gain plus 1 attack. Aha. Érdekes. Ez is jó lap. Vagy van ez a Mimiron's Head. At the start of your turn, if you have at least 3 max, destroy them. Mi van? Ez nem tudom, az a baj, hogy ez nem tudom mi ez a V07TR0N vagy on, vagy nem tudom. Jó, ezt hagyjuk. Ez a kettő közül kéne. Valamelyik. Igazából, ha ez korán feljön, akkor tök jó. Ha késő jön fel, akkor tök szar. Ez meg mindenhogy jó, úgyhogy legyen az, amelyik mindenhogy jó. Ja, legyen ez. Na, hűha. Ez még mindig szar. Ez se jó, ez meg mit csinál? Na, hát végül is, ajaj, az a baj, hogy 7 mana. De mondjuk palának jól jön a gyógyulás néha-néha. Tehát 7 mana, 5x6. Az nem ér meg egy 6-os gyógyulást, de hát az a baj, hogy a többi is retek, úgyhogy maradjon ez. Kicsit már a late game kezd sok lenni. Secret. Na, az kell a Secret Keepernek. Ez amúgy is szar, meg ez is. When one of your minion dies, return it to life with 1 health. Jó lesz. Még egy Secret. De mondjuk az a helyzet, hogy ez is nagyon jó. When your hero takes damage, deal that much damage to the enemy. Ez nem fontos. Legyen ez jó, ez elég jó. Hát, taunt. Azért egy-két taunt kéne. Csak, na mindegy. Ez is az, de hát 3 manáért 1x4, az rosszabb, mint az 5-ér a 3x6. Úgyhogy legyen ez. Noble Sacrifice, az is Secret, az viszont egy jó. Az viszont egy jó Secret. A másik kettő úgyis viszonylag szar, legyen ez. De csak én mennyi Secretet kapok? Na jó, ezt most már nem. Basszus, Silence, hát mit gondolkozok? Hát a bagoly a legjobb, a Silence nagyon OP. Ez kell. Még egy Fang Creeper. Laphúzás. Várjál. Egyel kevesebbe kerül minden minion után, ami meghalt ebben a körben. Holy Light, azt nem. Meg ezt se, úgyhogy muszáj ezt. Csak azon gondolkozom, hogy... Na mindegy. Majd úgy is írja, hogy mennyibe kerül. Ezt már harmadszor adja, úgyhogy nem kell. Ez... Nem. Mert könnyű leszedni. Hiába charge, oké, 5 damage-et így lehet vele közölni így rögtön, de utána megdöglik szinte bármitől. Tehát
6 manáért 5 damage, azt ne, azt nem. Inkább legyen a Fairy Dragon, az egy erős 2 drop, az teljesen jó. Ez meg egy erős 1 drop. És ez meg fegyverre izgul, de az nekem nincs. A Master for Battle még mindig nem jött föl. Úgyhogy kezdek kicsit így kételkedni ebben a Quartermasterben. Na mindegy, hát ez egy jó nap. Ezeket meg egyiket... Ja, de a Matter Bombert ismerem, de az túl random. Cobalt Guardian, Venomary Summon, a Mac. Hát végülis a... Hol van a... Mikromachine, az Mac, igen. Viszont más nekem nincs. De, ez is Mac. Igen, csak ezt meg ezt egyszerűen nem lehet letenni. Na várjál, Battlecry, igen, ezt ismerem. Silence your other minions. Az összes other minion-t. Mi a fasz? Hát ez nem jó, hát ez kell. Ja, legyen ez. Na, még egy Quartermaster az kizárt. Lay on Hands. Hát az a baj, hogy 8 mana, amúgy jó lap. Mert lap 3 lap húzás, az nem rossz. De hát 8 mana, like really. Blood Knight. Hoppá. Ha. Végül is figyelj csak, az a helyzet, hogy ez jó kombó. Tehát, hogy mindenki elveszi a Divine Shield-jét. Ő maga, önmagának is van. Ja nem, neki nincs Divine Shield-je. Tehát más embernek kell, hogy legyen. Kipikkeltem én ezt ki. Tehát, hogy akkor ezzel adunk valakinek Divine Shield-et, és utána le is szedjük róla, és akkor felbuffolódik 6x6-ra 3 manáért. És olyan minionom nincs, akinek alapból van Divine Shield-je? Mert ez Give Divine Shield. De olyan nincs, akinek alapból van. Itt van egy másik, ami ugye kaphat Divine Shield-et, de az csak mekekre izgul. Abból meg csak 2 van eddig. És másnak meg nincs. Na mindegy, hát ha jön. Igazából ez a legjobb lap szerintem. Még egy Silence. Taunt az egyáltalán nincs gyakorlatilag a pakliban eddig. Szerintem ezt nem. Bár igazából nem rossz ez se. Legyen még egy Silence, az hasznos. Wisp. Okay. Még egy Secret. Hát, nem tudom. Igazából ez jó lap, mert 3 manáért 2x3, de utána egy 2... Ja, de várjál, a Death Rattle-öset nem szabad pikkelni. Mert volt valami olyan. Hogy melyik is volt? Ja, ugye ez. Nem. Nem volt valami olyanom, ami... De, ez. Hát, ez érdekes kérdés most így. Mert a Secret-ökre meg izgul a Secret Keeper. És Eye for an Eye-on még nincs. Jó, legyen ez. Volcanic Drake, az egy jó lap. Ez is nagyon jó. Ajjajjaj. Nem, ez kell, ez jó. Ez kombó, tehát hogy így leütsz minden szart, letrélesz minden szart, és utána gyakorlatilag néhány manáért kijön egy 6x4-es minion. És 6 droppon még úgy sincs. Itt egy másik 6 drop, ami nem rossz. Mi ez a Cult Master? Ja, laphúzós. Igazából ez jó, ez megéri szerintem. Az a Master for Battle, az nem jön. Hát, ez is laphúzós, de a Frost jobb. Battlecry Freeze, ja, ez kell. 6 droppon, az kevés van. Hoppá, Blessing of Night, az egy nagyon jó lap. Ez szerintem ne. Na, legyen ez.
Várjál, nem! A Divine Shield-je van! Bár igaz, hogy ez nagyon late game, tehát hogy ez így 8... Ez meg 3. De ez nem az, ez, várjál, ez nem az, de rosszat nézek. Melyik volt a... Picsába, ezért nem jó, hogy nem tudom a lapok nevét, mert így keresgélni kell, és ezzel megy el az idő. Ja, itt van. Ja, nem, ez se az. Ez a Mac-ekre izgul. De igazából ez meg Mac. Tehát, hogy ez így duplán megéri, mert van olyan cuccom, ami a Divine Shield-re izgul, mások meg a Mac-ekre izgulnak. Tehát, hogy ez így elég jó, csak 8 manáért egyiket se tudom kihasználni normálisan. De hátha, tehát jó. Hátha alapon kipikkeljük. Green Patron már megint. Jaj. Ezt ne, ez nem jó. Mivel tudom lesebezteni? Ez még mindig ott tartok, hogy nem tudok belesebezni én. Úgyhogy legyen ez. Lol. Magma Rage, milyen hulladék ez egy HP-val? Charge, 2C, és ez mi? Dragon? Az van nekem. Fairy Dragon. Úgyhogy végül is jó, legyen ez. És itt van még egy dragon. De a Knife Juggle is nagyon jó. Utolsó lap. Várjál, Spell Damage plusz egy Battlecry Drogakar, ez jó. Ez jobb, mint a Knife Juggler szerintem. És még van ez a szar. Igen, de Death Rattle Minionom nincs. Úgyhogy ez nem, ez most nem éri meg. Legyen az Azur Drake. Hát kíváncsi leszek marhára. Nem tudom, hogy jókat pikkeltem el, ugye managőrben nem látszik rossznak. Úgyhogy érdekes lesz, meglátjuk, meglátjuk. Kíváncsi leszek. Én egyébként olyan 1-3, tehát hogy így körülbelül azon a szintű játékos vagyok, tehát azon a szinten állok, hogy így egyet talán tudok nyerni, és a többi az rekt. Tehát hogy így semmi. Hát meglátjuk, kíváncsi leszek, nem rossz pakli szerintem. Egy Consecration-t az bírtam volna mondjuk, ha benne van. De hát így is jó, van egy csomó secretünk, van spellünk, vannak kombóink rengeteg. Csak nehéz, tehát olyan, pont olyan kombók jöttek össze, amiket azért elég nehéz megvalósítani. Úristen, pont egy mágussal kell kezdeni, Istenem. Hát ez nagyon jó pofa dolog, de azért nem, ez nem jó. A többi az marad. Feljött az egy drop, jó van. Szerencsém volt. Ezt akkor ki is pakoljuk. Na, gyere már! Szerintem, ha kikoinolja a Hero Power-t, akkor hülye, tehát ezt nem szabad szerintem. Hát gondolom, hogy valami lényt akar kikoinolni. Ja, Snow Charger, ajjaj. Az mondjuk egy jó lap. Ha, és felhúztam mind a két bagyot. Hát bele lehetne egyet sebezni, vagy egyetve kettőt, és akkor utána a Silver Hand letrédelni. És akkor erről ennyit. Ja. Lehet, hogy jobban volna felhívagot kirakni. A bagyot nem akarok pazarolni. Hülyé, tehát ez... Mondjuk a freeze az nem annyira fontos, hogy le kell ilyen silence-elni. A dragont meg akarom tartani. Ja tényleg, ez is jó, hogy lepingeli. Hát mindjárt ott tartunk, hogy tényleg ki kell raknom egy bagolyt. Nem. Hát igen, ez lehet, hogy misplay, tehát hogy ez lehet, hogy elcsesztem, hogy nem Silverhandet kellett volna, hanem már előbb is a dragont. Úgyhogy most már tényleg kirakom. De ez legalább nem lehet lepingelni. Tehát ezt muszáj letrédelnie, de hát az a baj, hogy ez nagyon jó, ez könnyű, ez jól megéri neki ez a trade. Tehát hogy ezt hülye lenne nem beleütni, ez simán bele kell. Úgyhogy ez így nem annyira nagyon jó.
Jaj, ez nem néz ki jól. Nézd már, nem trilleri le. Feljött a Legendary. Na, hát... Várjál, azt mondja, hogy ez mögöli ezt. Akkor kettővel olcsóbb a Drake. És akkor azt le is tudnám tenni. Igen, de kettőt kap a Chuggertől. Na mindegy. Meg le is fagy egyébként, tehát így két sebet kap és még le is fagy. Frostbolt leszedi. Tehát a Frostbolt és a Chugger együtt leszedi. Vagy ha csak Chuggerrel üt bele, akkor meg lefagy és akkor utána meg azért szerintem. Úgyhogy nem tudom. De egy arcba jön. Az más, arcba jön, az más. Na, le tudom szedni a hülye Chuggerjét. És ez meg... Hát figyelj, ezt szedjük le, az szinte biztos. És az a helyzet, hogy ezt is csak trade-elni tudnám, tehát ez így nem jó. Viszont azt megcsinálhatjuk, hogy arcba megyünk, és akkor majd ő trade-el. Így hatot kap az arca. És még le is silence-ölhetném, hogy ne kapjon kettő droppot. Let me think. Csak a bugjot meg lepingeli. Nem mindegy. Így legalább nem kap még egy meket. És még megmaradt egy silence. Meg feljött ez az izé, hát ez még nagyon sok idő, mire ezt ki tudunk lakni. Oh shit! Melyik hülye pikkel? Istenem. Arcane Explosion arénában ilyen van. Ez megéri valakinek? És ez micsodál, ez mit csinál? Ja, hogy ez folyamatosan... Aha. Felhúzom az összes dragont, és az a dragonos cucc meg nem jön. Laphúzás, spell damage plusz egy, nincs spell a kezembe. Legyen a... 4x4. Nem, legyen a taunt. Nem túl mana hatékony, de hát egyik se az. Az azódra is se lett volna mana hatékony. Hát érdekes meccs eddig. Tehát szerintem nem állok jól egyáltalán, mert nála van a tempó. És mostantól a Flamestrike-ra is figyelni kell. Ezzel nyugodtan üthet ide is, mert úgyis feltöltődik. Nem. Ja nem, mert start of your turn, oké. És nem jött fel a Secret Holder se, tehát ez így nem ér semmit. Hát ezt lesilence-elni az elég hülyeségnek érzem. Let me think. Az ugye Drake spell damage plusz egy. Hát most... Ha ezzel belültök ebbe, az 3x3, én meg 3x2 lennék. Na mindegy, húzzunk lapot. Már az a jó. Redemption. Az melyik? Nem, mondjuk ez jó secret. Jó, játsszuk ki csak ezt. És ezzel mire. Ezt direkt nem akarom, mert... Hát, ha feljön a secret holder, meg ez amúgy se annyira fontos még, mert len van a taunt. Bár azt most mondjuk pont le tudja trade-elni. Meg ugye... Lehet, hogy van Fireball-ja, meg lehet, hogy van Flamestrike-ja. Nem. Hát de Fireball-ja még lehet. Nem, az sincs. Vagy hát lehet, hogy van semmi játszik. Na, hát igen, ez így érdekes. Mondjuk ezt húzott velem egy lapot, ha megölöm. Azt letrédeli. Ugyan vissza. Ez azért jó, mert... Ja, így nem jó. Így sehogy nem jó. Aha.
Hát... Az a helyzet, hogy 9 HP, Pyroblast 10 mana, tehát az még nincs neki. Két Fireball megöli. Sarpon 8 mana. Érdekes. Húzzunk, cseréljük a Dancing Swordot, húzzunk lapot, és tegyük ki ezt szerintem. Tehát ennyi. Ez mi és melyik is ez? Ja, Silver Hand-ek, jó, hát oké. Safety restrictions offline. Harvesting servos engaged. Tehát akkor ez... Ha ezzel ütök ide... Hát igazából az lenne jó, ha kirakna valami miniont. Mert akkor középre tudnék ütni, és akkor mindenki meghal. Igen, eddig jó. Ja, de nem jó. Mert ezt le kéne szedni. Így már jó, így most megint jó. Mert akkor ez a három, ez mind meghal. Hoho, hoho, hoho. Várjál. Várjunk csak, hogy is van ez? Give your silver... De az most nincs lent. Ilyen sincs lent. Hát ezért mondom, hogy ez nem annyira jó. De mindegy, ez már kezd túlizés lenni, úgyhogy ezt így... Ez... Ez jól néz ki. Ezt nem ismertem ezt a lapot eddig. És akkor még három éve. Most kirakjuk ezt. Hát ha van Fireballja, akkor ezt nyilván le kell ütnie. Amúgy meg nem tudom. És így már van lenne Silver Recruit. Úgyhogy... Ha nem üti, lehet, hogy lepingeli. Ha nem, akkor kirakjuk ezt. De mondjuk a bagyot érdemesebb lepingelni, mert az kettő per egy, tehát hogy... Na, Flame Strike. Flame Strike plusz Hero Power a Legendre. Nem. De Flame Strike még mindig lehet. Igen, hát igen. De még ez még így is túlélt. Ja, nem, igen, így van. És elment a Silver Hand Recruit. Viszont nem nagyon van a kezébe semmi. Tehát akkor... Divine Shield az nincs, tehát ezt nem éri meg lerakni. Hanem lerakunk... Várjunk csak. Hát mondjuk erre én már nem várnék, hogy feljön valami Divine Shield-es cucc. Ez meg ez az biztos. És kérdés, hogy ezt is-e? Mert egy lapja van, most húz még egyet. Ezzel letraileli a mikromasinát mondjuk. Meg ping ide, hát akkor le kell rakni. Így hátha elterelem a Silver Handről a figyelmét. I hear you got a problem. Stealth, ojjjjjjjjjj. Ez nem jó. Igen, ez a világos. És az mi? Ez a kis cuccucska. Opá! Nem szedte le. Secret Keeper, hát ez kicsit késő. De akkor tudok hozni még egyet. És akkor lenne 6 per 9. De azt ez letrédeli. Nekem meg ebbe bele kéne ütnöm. Sőt, le kéne trade-elnem egész konkrétan, mindegy. Bár az is jó, hogy ezzel ütöm ezt, és csak egy Silver Hand-et. És akkor az nem jó, az nem jó. Nem, az nem jó. For Lorthamar! Two arms, men! Ja, de várjál már! Ezt rosszul értelmeztem, igen, rosszul értelmeztem, nem ő kap 2x2-t, hanem a Silver Hand-ek egyesével. Így se rossz.
És ezt még nem, ezt még nem rakom ki. Ez ilyen pszichológiai hadviselésre is jó, hogy nekem még van egy lapom a kezembe, amit ő nem tud, hogy micsoda. Mondjuk ez a 7x5, ez így elég masszív, tehát nem tudom. Mondjuk szerencsére szarlapot húzott, jó, hát ez 7 seb, neked is drága. Nem tudom megölni? Nem mi? Várjál, plusz 2 attack. Akkor az 2, 4. Meg 6. Ez 10 damage. 2, well. 2 hiányzik. De adok kapu... Tehát hogyha jön le egy Silverhand recruit, az már nem kap buffot, ugye? Ja, az már nem. Akkor... Egyet elhasználunk arra, hogy lefélejük ezt. Aztán ezzel megyünk harcra, és ezt pedig meg tudjuk ölni. Vagy üthetünk ide. Üssünk oda. Csak kell egy ilyen, és ezt még mindig nem raknám én ki igazából. Vagy... Várjál? 2, 5... Menj már onnan, 5, 6, 10, 11. Ez letrédel egy 3-osat. Nem, nem kell kirakni, nem muszáj kirakni. Beljön is plusz egy, hát ez nem csinál semmit, ez meghalt. Ja nem, mert, ja igen, még ő tud ütni, akkor nem halt meg, akkor egy hiányzik. Egy damage hiányzik, hát ha felhúzok valami olyat. Igen, haha! Jó, akkor ez megvan. Hú, hát ez nehéz volt. Szóval kellett egy kis szerencse, hogy a top deckhez az utolsó körbe. Ol. Na, 1-0. Mi ez? New quest? Igen, éjfél van, gyerekek. Major Shaman Victory. Hát, a Shaman talán hagyjuk, majd ezt később megcsinálom. Major 2-t nyerni az nem lehetetlen. De most az arénára koncentrálok. 1-0, hát ez jobban indul, mint gondoltam. Tehát, hogy így 1-3-at jósoltam, mondjuk még összejöhet. Mert ha most kikapok háromszor, akkor rekt. Akkor megvan az 1-3. Na, sokat szarozol még, na végre. Priest. Na nézzük csak, hát ez a 7, ez nem kell. Meg szerintem ez se jó most még, ez elejére. Ja, a többi maradhat. Ez melyik is? Ez, jó, ez majd később hasznos lesz, most egyelőre annyira nem. Kérdés, hogy ki játszik az Elven Archer-t. De szerintem ki kéne. Igen, és akkor következő körbe ki lehet coinolni ezt csak... És ez pont Dragon! Ó, hát ez OP. Még ha a Fairy Dragon-t felhúznám, még az lenne durva. Mert ez Dragon. Ezt ki coinoljuk, és akkor lesz skin egy 3x4-es. Ha feljön a Fairy Dragon, akkor... Akkor 4x5-ös, az egy kicsit durva lenne. Azt... Nagyon, az érdekes lenne. Nem, hát igen, ez kicsit... Az túl, az úgyis túl lófélet olyan. Beszartam volna, ha az összejön. Ez a kultmester mit is csinál? Ja... Nem tudom még kirakni, most ezt tudom kirakni. Noble Sacrifice. Hát ez majd később. Aha. Redemption. Ez nem jó, ez addig, amíg kimon az Elven Archer, addig nem jó a Redemption. Ez meg majd akkor lesz jó, hogyha valami fontosabb lap lesz kén.
ugye Holy Nova az 5 mana, tehát 4-ért még nem tudja kijátszani. Hát én ezt kirakom. Lehet, hogy hülyeség, de én ezt kirakom. Mert ha most kirak valamit, akkor az Elven Archer-t betrédelem, és akkor az meg... Ugye... Oh, na. Mondjuk ez pont egy ilyen, ez mint ez. Hát tulajdonképpen itt az a helyzet, hogyha ezzel leütöm, akkor ez 3x3. Nem. 4x3, mert mind a kettő meghal. És ezt meg előtte ki kéne rakni, és akkor lapot is húzom, mint az állat. Ja. Ja nem? Miért hittem azt, hogy ez meghalnak? Dehogy halnak, hát ez hülyeség volt. Hű, de elszámoltam magam. Ezek nem halnak meg. Miért gondol? Úristen, de hülye vagyok. Miért gondoltam, hogy ezek megölik egymást? Picsálva, hát ez így nem jó. Na mindegy, ezt beleütjük és húzzuk lapot. És akkor most olyan. Nem jutok bele. Semmit nem. Ez egy elég hülyeségnek tűnik, mert mondjuk egy Holy Nova az elég csúnyán így... Hát... Tehát ez ugye elég... értékes lett volna, ha van neki, de nem volt. Szerencsére. Vagy nem játszottak ki, mert hülye. De ezt nagyon... Ezt csúnyán benéztem. Ez a helyzet. De és most lapot is húzott. Na, igen. Aha. Na, várjunk csak. Ezt mondja, hogy... Meg velem is húzott lapot szerencsére. Ez mi? Az Azure Drake. Ez is Dragon. Itt van 3 Secret, öcsém. Jöhetni már az a Secret Holder. Let me think. Hát ugye ez simán megöli ezt, de ez meg csak trade-el ezzel. És utána ugye az Azure Drake. Hogy kéne ezt jól csinálni? Ja, ez megöli ezt. Ezt trade-el ezzel, az nem olyan jó. Nincs valami leszedésem, ugye? Tehát az semmilyen leszedésem nincs. Hát akkor muszáj trade-elni. Ja. De valami, az út elég 3 ér. Ja, meg egy gyűrűen. Vagy nem az út Drake, Volcanic Drake. Már egész jól sikerült kör lett. Csak ha most még mindig itt van ez a szar laphúzató izé, ezt most már le kell innen ölni. Na, Holy Novával be fog szopatni? Igen, egy kicsit így éjfél, tehát fél egy van most jelenleg. Így kicsit így nehezen jegyzek meg dolgokat. Ez meg tehát, hogy így már benéztem ezt az előbb ezt a Silver Hand recruitos témát is. Hány van ebből a szarból neked, te köcsög? Hűha, hát ez... Ez nem jó. Minden megoldott. És még itt van ez a szar. És ez ugye nem jó nekünk most. Hát... Ugye plusz 2 attack distorn, akkor letrédeljük ezt. És maradt 2 mana. Az pont egy másik Silver Hand recruit. Let me igen, és akkor... Hát... Nem kell egyik sem még. Van 18 kártya. Nem fog feljönni az a...
Csak hát ezek nem jók most még, tehát hogy így... Ez majd később lesz fontos. Tehát ahhoz, hogy ebből sok sebet ki lehessen nyerni, ahol későn kell letenni, amikor a hős sokat sebződik, akkor ő is sebződjön sokat. Na, kártyahúzás, két mana. Hát ez meg ez együtt leszedi a Belcsört. És akkor kirakom ezt meg ezt. Let me think. Nem jó, nem jó. Húzzunk lapot. Először is. Nem jó. Ezt le kell szedni. De ezzel a szarral pont le tud trade-ni arra. És akkor most ezt vagy ezt? Csak az a helyzet, hogy ugye ez letrade, vagy leíti ezt. Azt megtartjuk. Megtartjuk a mikromasinát, lehet, hogy hülyeség volt. Ezt leütni, az... Ezt nem leütni, az hülyeség. Tehát szerintem a... ezt a slime-ot be kell trackelni. De miért azt? Ennyire fontos neki a taunt, vagy ezt nem értem. Mondjuk igaza van, mert ezt megint könnyű leütni a Cultmastert, és amíg ez fenn van, addig ő lapot húz. Tehát ez egyel több laphúzás neki. Kettővel több laphúzás neki. Megjött a legend, pont jókor, mert 8 manás kör. Hát figyelj, ez leszedi ezt. Ez meg nem csinál semmit. Let me think. Milyen leszedései vannak egy priestnek? Van a mind control, majd 10 manánál. Hát én nem tudom, én szerintem ezt. Most húz egy lapot, de hát na, azzal meg nem ütök. Hát ha feljön ez a cucc, ami a Silverhand-eket buffolja. Nem tudom a lapok nevét, az a baj, tehát hogy így tudom, hogy mire gondolok, de nem tudom, hogy ez melyik lap, tehát de, mi a neve. Mondjuk egy Silence is elég csúnyán megrektálja ezt a cuccot. Valence Chosen, ajajaj. Mit csinál? Le akarja szedni ezt, 9 damage? Ha végül is meg tudja oldani. Plusz 3 HP. Most beleveri mind a kettőt? Nem. Igen, ezt azért értem. Ezt azért csinálta, hogy ne tudjak középre ütni, mert szélén van a taunt. És ezt nem tudom sehogy leszedni. Igen, hiányzik a leszedés. Jó lenne, állj egy bagoly egy Silence-el, de jó lett volna. Istenem, már nyertem is volna. Ha lenne egy bagyom Silence-el. Így viszont szarba van a haza. Most bele kell ütnöm ebbe. Mert 9 sebet nem tudok leszedni, igen. Sehogy nem jön össze. És akkor... Igen. És akkor mit teszek ki? Kiteszek egy... ilyet. Ez semmire nem jó még. Taunt, az megvédeni ezt. És a többi meg van igazán nyerni, ugye? Úgyhogy legyen egy szívem. Ezzel még azba belehetnék, és igen. Szeretem, ha sok lap van a kezemben, mert az egy ilyen pszichológiai hadviselés, hogy az ellenfelem egy csomó mindent körbe kell, hogy játszom. Mondjuk ezzel pont le tudja ezt trade-elni most. Ja nem, mert kimon a town, persze. Igen.
akkor ha ebbe beleütök, még mindig marad 4 HP-ja ennek. Mi az Isten? Hát ez hülyeség, hát ezt leütöm csak így ezzel. Tehát ha ide ütök... Istenem, hát ez hülye. Ezt minek kellett így kirakni? Enrage, hát ez pont meghal, hát ez hülye. Hát ebbe beleütök, ez ezt a hármat mind le megoldja. Well played. Hát érted, hát ez hülyeség volt. Még le is silence-elhetném ezt a szart, ha akarnám. Most jöhet a mikromasina. Most jöhet a Fairy Dragon. Bár Holy Nova. Hát csak nem húzza fel. Ilyenkor szokták csak azért is felhúzni. És ezt meg már nem. Azt majd később. Vagy... Tudod mit? Nem, a videóson. Lol. Ez mit nem, ad, mit nem kapna, ha izé Redemption-t kirakjuk, azt megöli ezt a szart. Four Reaper. Hát ezt meg kell játszani, gyerekek. Hát, ha bedől neki. Ha, ne már! Istenem! Ezt nem hiszem el! Hát ez jó. Meg tudja oldani? Hát ez kurva nagy volt. Pedig csak egy... Hát nem tudja megoldani. Kurva jó, hát most ezt mind a hármat leszedem. Igaz, akkor véglegesen meghal, de hát... Kit érdekel. Hát ez... Ez value volt. Azt mondja, 1, 2, 5... 6, ez 10 damage. Viszont... Hát ez nem fontos. Hát ezt kijátszok most már. Na, 2-0. Mi az Isten, gyerekek? Megszaladt. Nehogy véletlenül 3-at nyerjek, mert akkor 3 csomagot kinyitok. 2-0, na ezt nem gondoltam volna. Ahhoz képest 1-3-ra gondoltam így az elején. Meg igazából ebből a pakliba is rengeteg a minion, tehát ugye hiányoznak a leszedések. Például Consecration, mondjuk az annyira nem jó leszedésnek, de az egy jó lap. Tehát ez egy jó spell. Na még egy Jaina, hát... Azokat nem szeretem. Ilyenkor ezek följön a Secret Keeper, viszont Secret meg nem. Hát ezt így, ezt az egészet így nem kéne. Hát ha feljön valami Secret. És jön. Kettő is jött. Jaina-nak van ez a Fireball-ja, de ennek 2 HP-ja van. És ha kijátszok egy Secret-et, akkor már 2-3 lesz. Tehát akkor ki kéne coinolni egy Noble Sack-et. Vagy inkább ezt várjál Secret? Your minion dies, return to life. Melyiket kéne? Á, hogy neked is van egy droppod. Nem szégyellid magadot, he? Hát így, ilyen módon viszont jobban obelszek. Mit csinál ez? Spare partot ad. Eddig jó. És ráadásul hiába üt bele, mert kim van az izé. Modolszák, igen, abba belehal a szegény Jeeves. Hát jó, egy spare partot kap, de így ennyi. Jaj, de imádlak. Adjon neki Divine Shield-et. Ez túl jó ez a lap ahhoz, hogy erre elhasználja.
Úgyhogy lehet, hogy inkább Silverhandezünk egyet, és csak úgy simán belehettem. Ja. Reporting for duty. Job's done. Már igaz, hogy így megoldja izét, a Secret Keepert, mert ezzel beleüt meg a Hero Powerrel. Vagy kirak valami charge cuccot, ha van neki. De mondjuk egy manáért ez... Tehát így a value már... ki lett nyerve ezt. Hát ez kicsit ilyen belezős copy volt ez a szöveg, hogy így a value kinyerés megtörtént, és szokta ezt mondogatni. Igen, kicsit így eltanultam a dolgokat streamerektől. Na most egy divány, várjál. Az a baj, hogy ez 2 HP. Viszont silence. De együtt se tudják megölni ezt a szart. Hogy van ez? Ha felbuffolom egy secrettel, akkor se jó semmire ez. Viszont akkor igen, hogyha ez silence. Igen, kimegy a secret, 3-3. És így kettő együtt letrédelik. Mondjuk nem tudom, ez így jó volt-e, hogy ez így megérte. Silvermoon shall not fall. Azt mondja, hogy... Na várjál. Most vagy trédelek, de az nem jó, mert... Mert akkor visszajön a bagoly, tehát az úgy semmire nem jó. Várjál, adjunk neki Divine Shield-et. Üssük le ezt. Nem, várjál. Hát de, még ez talán legjobb. Adjunk neki Divine Shield-et. Mondjuk le is szedhetnénk a másiknak a Divine Shield-ét. Ennek. Vagy trédelhetjük az Annoyotront. Szerintem inkább szedjük így le. Egy másét, igen. És még kimegy egy ilyen is. Hát nem tudom. Igazából nem állunk olyan nagyon jól szerintem. És ezt miért csinálta? Ja, értem. És melyik jön vissza? A bagoly? Ó, bazd meg. Májnézést. Hát, plusz 2 attack és leszedjük. De akkor más nem tudok csinálni ebben a körben. Nem baj, megéri viszonylag. Üres a kezem, kéne laphúzás valahonnan. A bezzegő neki van ez a szar. Arcane Intellect. Á, 3 manás secret, az mi lehet? Duplicate. Mirror Entity. Nincs nem sárkány. Neki sincs Death Rattle-je. Ez kombó nélkül elég szar lény. Freezing Trap az nem mage, az nem mage secret. Freezing Trap. Vaporize az ciki lenne. Na nézzük, hát ha nem. Nem Vaporize. Mirror Entity? Az sem, mert akkor az. Hát akkor passz. De nem, mert a... Igen. Mirror Entity az kirakáskor. Máson, ugye? Nem halálkor. Úgyhogy akkor Mirror Entity se lehetett. Blood Knight. Ilyenkor nincs meg a Divine Shield-es cucc. Na, hát 6 HP gyógyul a hős. Ugye ezt le kéne ütni. Let
Let me think. Hát igen, hogy is, jó. Ja, ó, Mirror Entity, de az nem lehet. De, mégis az akkor. De akkor a Silverhand Recruitra miért nem? Miért nem jelent meg? Vagy az nem számít lapkijátszásnak? Hát ezt is megtudtuk. Na mindegy, ezt biztos, hogy leütjük. Ja, de mondjuk így, á, de hülye vagyok. Bazd meg, hát így az Annoltronnal letrailleni ezt. Még egy Mirror Entity? Vagy mi csinálsz már? Istenem, ez most nagyon rossz így. Na, megjött a sárkány. És ki tudom rakni ezt meg azt. És akkor lapot is húzunk, de először ugye ezt kell. Na, még egy Mirror Entity. Hát a faszomat azt. Ketten együtt tudják letrailerni ezt az istenvert szart. Grim Patron Mage-nek? Az mit nem? Az mi? Hero Power-ral fog beleütni? Hogy rohagy meg. Konci gyanús a helyzet. Plusz 3 attack. Hát az semmire nem jó most még. Ezt a kombót nem tudom összehozni, mert 11 mana kéne hozzá. Nincs Death Rattle-je. Kirakok itt Taunt-ot. Meg kirakom ezt a... Ez már úgyis tök mindegy, a Taunt az kell. Hát most az a helyzet, hogy Grim Patronból nagyon el fog szaporodni most. És akkor ezt még nem, hát ha nem tudom, valami történik. Senkinek nincs Death Rattle-je. Mindegy. Ezt már nem várom, meg úgyse lesz semmilyen. Igen, ezt értjük. Hát és most kapom az orbitális face damage-et. Ez mennyi? 11. Ó, nyadj meg a valagamat. Lepörnöm, oké. Hasznos kártya, kappa. Hát... ez ilyen conceal, hát mennyi 5, meg ez ház 8. Hát ez igen, ez megvan neki, nincs tauntom. Nincs, nem tudok leszedni semmit, nyert. Ezt hagyjuk. Hát 2-1. Grim Patron, hát erre nem számítottam, mondjuk logikus. Hero Power-ral együtt, miért ne, végül is igaza van. Én azt hittem, hogy az így a Warriornak jó, és így senki másnak. Tehát nem gondoltam, hogy ez Mage-nek is jó lehet, pedig logikus. Ha miért ne lehetne jó? Ha megpingeli, azt van neki még egy. Na nézzük. Új, Mirror. Üter. Hát ez nem jó ez a kéz. Ez meg ez biztos nem. Szerintem a 3-ot megtartom, mert nálam van a coin. Jó lenne valami egy dropot felhúzni. Még felhúzhatok. Tehát azért nem coinolom ki a bagyot. Ez hülyeség. Úristen, úristen. Ennek is ilyen bika hátlapja van. De utálom ezt a lapot, ilyen idegesítő, hogy még lapot is húz. Ez nem jó, ez a kéz. Hol vannak a jó kis early dropjaim? Van vagy 3 izé, egy droppom. Dancing Swords, ez mondjuk velem húzatlapot. Redemptió.
És valamit ki kell rakni. Csak melyik legyen, ez vagy ez? Legyen ez. Mert így betrédeli. És akkor kapok egy lapot, és még el is tűn mindene. Lol. Ajajaj. Egy varázs szikrot, az egy csomó minden lehet. Hoppá, 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 ez jó. De nem jó, mert három sebez. Hát, mit csináljunk? Ez pont trédel. Ez is pont trédel. Egyetlen tudok trédelni. A faszom ebbe, hogy pont háromat sebez. Figyelj csak. Ja, övej, ja. Hú, bazd meg. Most ez hiba volt, nem? Elég komolyan, mert simán beleveri, és még marad 4 HP-ja. Azt nem tudom leszedni ezzel se. Get behind me. Ha egyáltalán belőlük. Én azt sem biztos. De belőlük. De mondjuk itt a Redemption. Hoppá, az jó. De a Tauntot kell ütnöm vele. De a Tauntot... Anyám. Ha bagoljan lesilence-elném, akkor mi van? Semmi. Hát ez így nagyon rossz. Úristen, nagyon szar! Let me think. Szerintjük. És akkor veszek ezt. Job's done. Ez egyáltalán nem tetszik, meg kell, hogy mondjam, mert annyira, tehát ilyen late dropok vannak a kezemben, és ezért nála van a tempó. Hungry Dragon. Ez... Pfff... Jó, oké, kösz szépen. Arra pont jó lesz a... Gyesznó, hogy lesz egy nyolc Divine Shield-ét. Vagy, hoho... All minions lose Divine Shield, tehát ez rá is vonatkozik. Úgyhogy ez most... Jó. Igen, ez most jó, csak akkor marad 3 mana, abból mit csinálok? Death Rattler-ös cucca nincs. Let me think. Mindegy, ez kell. Glory to the Sindora. És? És akkor ezzel ezt, az biztos. Hát ez meg nem jó semmire. De ha letrédelném, akkor kijönne a Drake. Ha valamibe beleütném. Mi beüssük. Szinte mindegy, mi? 5. Üssük. És akkor kimarad az úrban. Megint az úrban van. Még mindig vulkanik. Na, ez mondjuk jól sikerült. Ez tetszett ez a kör. Ez jó volt. Neki is van. Igen. Eddig világos. Hohoho, ezt most nem mondod komolyan. Ez kurva jó. Mert így megmarad ez a minion. És még a Tauntot is ki tudom rakni. Nem melyiket? Hát ugye nyilván... Nyilván a ezt. Mi a szintetje? Ugye nem ez a... Hát de Avenge. Huha, már kell a Taunt. Következő körben ki tud jönni ez. Vagy lefagyasztjuk ezt a szart, mert ezt
Nehéz lesz letrédelni. Még egy Divine Shield. Öt belement. Ugye Restore 6 health, hát low már. Nyolc ére ezt. De nem, nem. Azt meg... Elvileg meg lehetne, hogy letrél ezt meg ezt beleverem ebbe, akkor meghal, és akkor lejöjjön ez. Azt úgyse tudja megoldani egy labból. Ja, ez így jó. Mondjuk egy Silence rosszul esne. De egyébként szinte mindegy, hogy mit csinál. Két labból csak nincs olyan lapja, érted, hogy megoldja. Nincs hát, nem is játszott ki semmit. Na igen, csak beleverem ebbe, lejön a Divine Shield, ez a kettő meghal, és én megsebződök kettőt, meg hát ez annyira nem éri meg. De hát mondjuk, mit csináljak mást? Death Rattle ugye senkinek nincs. Hát akkor így egy pár cuccat így most kipakolunk szerintem. Na mi legyen? Tank? A tanknak van Divine Shieldje, azzal nem tud mit csinálni, csak mondjuk beletrédeli ezt. Vagy? Menjen ki. Hát... Menjen ki ez, meg fagyasszuk le. Ezt kész. És akkor majd ezzel letrédel. Így nem tudja elkerülni ezt a trédet. Igen, eddig világos. Na még egy miniont. Úgy né, ez az. És akkor ezzel. Akkor nem is ezzel trédelünk. Eye for an eye. Na ez most érdekes. Mert ha ebbe ütök, akkor négyet sebződök, már csak 3 HP-ja marad. De nem, azt még bevállaljuk. Azt még bevállaljuk. És akkor elkezdjük ölni az arcát, mert az most már időszerű. Ezt kirakjuk. És ezt is kirakjuk. Kizárt dolog, hogy ezt így megoldja. Tehát, hogy ez így 5, meg 6, 11, 13, 20 damage van len. Jó, hát igen, jó, oké, ez mondjuk jó. Ez hasznos neki. De hát... Good Master, ez mit tud? Laphúzást tud. Ezt most nem szabad, mert akkor meghal ez. Hát figyelj. Ezt erre. Ugye nem volt lethal-on, csak nem. Ezt csak észrevettem volna. Bazd meg, mennyire vagyok hülye? Meghalt egy Silver Hand Recruit, húzhattam volna a lapot. Istenem! Mindegy. Azért rakom ki, mert ennek egy hátra. Tehát ugye ezt egy hátra leszedjük. Hát kiraknunk egy ilyet is. Sőt, még akár is, de azt meghagyom. Maradjon valami későre is. Hát ha jön valami Death Rattle-ös, vagy hát ha jön egy sárkány. Ennyi minionnak nem kell. Na most húzott 3-at, úgyhogy jobb lenne megölni. Tehát ez itt 5, 11, 18, 20, 23. Az simán megvan, ha nem rak ki tauntot, de hát 2 manából mit tud kirakni? Lol. Hát ez szomorú, sajnálatos esemény. De hát ez így megvan. Na, nem szarozom. 3 win.
Well played, ja. Nem, már nem tudtam rá, pedig visszaírtam volna. Mi van? 3-1 vagy 3-2? 3-1! Isten, mi történik még itt? Hát mondjuk 7-vinig úgyse fogok eljutni. Ugye 7-nél van az, hogy 4 izét csomagot nyithatsz, ugye? 7-nél. De ahhoz képest, hogy 1-3-ra gondoltam, már 3-1. Lol. Ennyire jól nem játszom ezt a játékot, tehát így ekkora mázlim lenne, vagy mi a fene történik itt? Na, a Shaman. Szerintem a Shaman a legszarabb hős a játékban. De ez így nem jó ez a kéz. Vannak ettől sokkal jobb lapjaim is, hozzad elő már őket. Na, meg is jött az egy drop. Mondjuk a másik kettő az eléggé nem early game. Ez se. Well met. Mondjuk Silverhandet bármikor tudok hozni. Ha nem húzok föl semmi normális. Ez melyik is? Ugye, hogy ez a Mac-re izgul. Zombicsó, az kár, hogy kirakta. Eye for an eye, majd az később. Most legyen Silverhand. És ezzel nem ütünk bele, tehát az E-Face. Majd ő beleüt, ha akar. Mert a kettő együtt tudja letradelni a zombit. Hát ha most nem csinál semmit, akkor megvan, meghalt a zombicsó. Hopp, ez nem jó. Mi? Lightning Bolt of Bitcoin volt. Úristen, hát te vagyok 5 droppal. Bazd meg. És most 2 damage-el rakjunk ki az iPhone Light. Hát az nem kéne. Hát ez így nagyon-nagyon rossz húzás. Hát itt csak 5 droppok. Egy darab Leper Gloom-ot tudtam kirakni, hát ez nagyon nem jó. És pont a Shaman fog megverni. Úristen! És ezért lenne jó egy Consecration, de nincs alatt pakliban. Bagoly, hát bazd meg! Na melyiket érje? Ezt megéri lesilence-elni, nem? Hogy nehogy már olcsón rakja ki a Mac-eket. Inkább mint a Tauntot, hát ez úgyis nullát támad. Most már 5. kör van, de hát... Ennyi 5 dropra nincs szüksége az 5. körben sem, tehát... Bazd meg, ez így nem lesz jó. Jézusom, már miket pakol ki? Mondjuk Dragon van nálam, de... De akkor semmi más nem tudok, csak Silverhandet megint. De szar ez így. Hát az early game hiánya betette a kulcsot gyakorlatilag. Van ilyen kifejezés, hogy betette a kulcsot? Most gondolkozom. Tehát így mit mondtam? Na, annyira nem nehéz a helyzet, hát csináld már. Gondolsz, hogy ezt a kettőt betrédeli erre az egyre? Nem hinném, mi? Annyira nem hülye. De?
Lol. Szerintem ez nem, nem érte meg. Az a helyzet, ez egy jó lap, ez a Shield of Argus. Megjött a Secret Keeper. Az egy mana, ezzel kettő. Meg három az öt. Hát ez nem jó, ez se jó. Maradunk ennél. És akkor most kell ezt, és utána kell ezt. Hát ez így jó pofa dolog, csak hát ez mi? Ez itt. Ezzel nincs megoldva semmi. És még mindig tele vagyok öt droppokkal, amikhez olyan kombók tartoznak, amik a büdös életben nem fognak följönni. De mondjuk egyedül ez olyan, tehát ugye ez rajtam múlik, hogy mikor hero power-ezök. Ez már megvan a kombója. Ennek soha a büdös életben nem fog feljönni. Még egy meg. Hát még van a izé. Még mikromasinál, azt ennyi. Közben nem is figyelem, hogy mit művel. A gyerek. Volt egy... Igen. Aha. Ó, bazd meg. Visszaszedte a Defender. Mekkora szemét. Hát ez nem jó. Finoman szóval, még tényleg is. Na, Volcanic Drake. Sokkal olcsóban is ki tudjuk tenni. Csak nem tudok elég minion tölni hozzá. Tehát, hogy ezzel ezt kell. Akkor még mindig 4-ért kerül, van ott 3 mana, az semmire nem jó. Úgyhogy inkább az úgy rég húzzuk lapot. Ez mi is? Az a baj, hogy így is 3 minionnak kéne meghalnia, hogy még most ki tudjam játszani. Úgyhogy nem fasza, de ezt érteni kell. Igen, hiányzik egy mana. Picsu, picsko. És megint kirakja azt a kurva Defender of Argus-t. Akkor ezeket is felbuffolja, azt jól nézünk ki. Hát tök szar az egész. Nem rakja ki, ne idegelj. Jó, hát ez nem volt egy nagy érték. Ez meglepett, hogy nem rakta ki a Defendert ide középre. Sokkal jobb itt volna szerintem. Mondjuk még kirakhatja. Direkt körbe akarta játszani az Eye for an Eye-t, azt nem hinném. My shield for Argus. Van baj. Igen. Cultmaster. Hát, fasza. Lol. Hát, kirakjuk. Ezt beállozzuk. Hova? Ide. És akkor húzunk egy lapot miatt, ezek meg olcsóbbak. De hát max ezt tudom csinálni. Hát... legyen ez, de hát gyakorlatilag nézd már ezt a damage-et. 4-7. Itt jött a meg. Akkor van kombó. 5 meg 2 az 7. Megint csak 2 mana marad, az meg jól ezért. Jézusom, mi ez? 2 Fireball Destroyer. Ezek mit is csinálnak? Ja, igen. Úristen. 5 meg 4, 9, 11, 14. Az a baj, hogy többféle kombó is van, tehát van olyan, hogy ezt rakjuk ki, hogy, mert ja,
Reinforcements requested. Igen, és még ezt is lehet, de azt majd inkább erre rakom vissza. Úgyhogy legyen Silverhand. Hát Taunt nélkül nem élek ám sokáig egyáltalán. Nem tudom, ezt nem lehet leszedni ennyi mindent. Tehát ez biztos, hogy megdöglöttünk. Még egy freeze segíthet talán, meg egy revive shield erre, ha nem mondja meg most. Így van, flame tank totem, tehát hogy ez a... Nem tudom hány sebzés, ez nem volt még elég. De persze, mert így leaderje van, ja ezért, aha. Így értem. Jó, hát oké. Okay. GG. Hát ez, hogy az első... négy lapomból három volt öt drop, így nem lehet tempóra szert tenni, tehát így nem lehet játszani. Úgyhogy ez, szerintem ez nem rajtam múlott, bár nem értek annyira hozzá, majd ti megmondjátok. Hogy annyit kérnék, hogy aki szeretne kommentelni, az írjon oda egy időt, tehát hogy mit tudom én, 41 perc 20 másodpercnél szerintem ezt meg azt kellett volna, és akkor így értjük, mert ha csak annyit írsz oda, hogy szerintem ez nem jó, és akkor nem tudjuk, hogy miért van, azt nem tudjuk megbeszélni. Szóval ez nem jó. Meg a három droppok közül is lehet egyet vissza kéne küldeni. Szerintem ezt, mert... Divine Shield-es cuccból kevés van. Na, azt mondja, hogy ez sokára lesz. Ezek meg nem jók. Manavörn, utálom a manavörmöt. Miért van manavörmöd? Give a minion plusz 3-atak, tehát hősnek nem lehet. 2/1, ez jó mondjuk. Ez jó, mert levinni egyre a HP-ját. Ha belévít. Azt nem tudom, hogy fogom leszedni még, de majd meglátjuk. 7 drop, hát isteni. Kappa. Lepingeli, azt van. Két kurva jó lapja az asztalon. Ho! Nyomod meg. Ezt így is le fogja pingelni. Hát ez rekt, itt bukta van, tehát ez így ennyi. Arkimisza, Isten. Menj már a faszra. Ez így hány spellt játszik ki egy körbe? Úristen, ez... Most kéne konszidelni, amíg még megvan a méltóságom, bazdmeg. Szent szűz várja. Hát mit lehet ezzel kezdeni? Mondjuk ezt a mágus, az Apprentice Sorcerer-rel leéli. Hát ezt nem hiszem el. Ekkora görény. Igazi fasz. Úristen. Ezt kapta izéből? A portálból. Hát mi ez? Hogy lehet ekkora mázlia valakinek? Hát anyád. Lehet, hogy ezt kellett volna, igen. Hát igen, lehet. Kikoljáljuk a dragon izét. Nem jó az semmire. Inkább hero power. 3 meg 5, az 8, 10 damage. Pingel együtt 11, tehát így esélyes, hogy túlélem kapva.
Lehet, hogy van Hammer, lehet, hogy van Fireball-ja, lehet, hogy van Frostbolt-ja, lehet, hogy van Arcane Missiles-je. Így az esélyem a túlélés az így nullára redukálódott. Ja, ez így meg pláne, ez így konkrétan Lidl. Hát... egy igazi görénnyel volt dolgunk, gyerekek, tehát ekkora mázlit. Na mindegy, jó, 3-3, az a lényeg. Hát igazából elsőre nem is rossz, tehát hogy én így rosszabbra számítottam. Ugye én 1-3-ra számítottam, de hát két meccs az olyan volt, hogy nem is rajtam múlott. Tehát ugye a sámán ellen felhúztam 4 darab 5 dropot, a mágus ellen meg ő húzott fel olyan lapokat, hogy csak lestem, mint a izé birka a mezőn, érted? Tehát így bassza meg. Na mindegy, jó ez, na hát végül is jó ez. Legalább 3 pakkot kinyithatok, nézzük is meg, hogy miről van szó. Ahhoz képest, hogy 3 napja játszom Hearthstone, nem is rossz ez a 3 győzelem. Tehát így kezdőként szerintem teljesen elmegy. Na, itt van a kártya. 25 gold, ezt egy kicsit keveslem. Na, így már így se túl sok. Na mindegy. És akkor nézzük is meg, hogy mit kaptunk. Ezok után minimum egy legendary járna. Hát nyilván lófasz nincs itt persze, nyilván. Nézzük. Na, Warrior. És ez egy jó cucc? Nem tudom eldönteni, hogy ez jó kártya, vagy nem jó. Na mindegy. Nem tudom, ennyire nem értek hozzá, ezt majd valaki megírja nekem. Ez már azt hiszem megvolt. Talán, nem tudom. Még egy... ezt nem mondod. Tehát, hogy így 5-ből 2 ugyanaz. Ez... mekkora pech? Tehát, hogy ez így... anyád. De szar ez a játék. Abba hagyom a picsába ezt a hülyeséget. Floating Watcher, ezt nem ismerem. Warlock. Aha, hát ez Life Tap kombó, tehát hogy ugye a saját hősödnek kell sebződnie. És akkor 2-vel buffalódik. Tehát ez Life Tap-pel együtt ér valamit. Life Tap 2 mana, ez 5, az 7 összesen. 7. körbe egy Warlocknak már nem biztos, hogy van annyi élete, hogy ezt megengedheti magát. Na mindegy, nem tudom. Groove Tender. Mi a szar ez? Ezt se ismerem. Give each player a mana crystal, or each player draws. Mekkora hulladék te? És ez rare? Micsoda fos ez? Na, tűnj a szemem elől. Borzasztó nyitás. Szörnyű. Undorító lapok. Na mindegy. Köszönöm szépen, gyerekek, hogy megnéztétek. Hát ez jó, több mint egy órás videó lett. Nem hiszem, hogy külön szedjük egyébként, mert nincs értelme. Nyugodtan lehet megírni, hogy mit gondoltatok az egyes meccsekről, hogy tényleg ennyire pechem volt, hogy így 2-t azért vesztettem el, mert pechem volt, vagy azért csinálhattam volna jobban is. Ezt nem tudom, ezt nyugodtan írjátok meg, hogyha van jobb ötletetek, mint amit én csináltam, vagy lett volna. Akkor mindenképpen osszátok meg, kérlek. És hát szerintem lesz még ilyen videó, de nem a közeljövőben, tehát ugye... először szeretnék egy kicsit lapokat gyűjteni, megtanulni játszani, továbbra is nézek streameket, videókat, interneten majd valami wiki oldalt keresek, ami lehet tanulni. Ezt most csak azért csináltam, hogy így megmutassam ezt is, hogy ilyen szinten állok jelenleg. Tehát ez egy bemutató volt gyakorlatilag a jelenlegi tudásomról. Majd egy olyan, még az is lehet, még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy livestreamelünk egyet, és akkor nézők ellen ilyen gyakorló meccseket csinálunk. De ez még nagyon a jövő zenéje, tehát így most jelenleg 2 héten belül nem hiszem, hogy lesz ebből videó, mert mind a kettőnek van más dolga, Mátének is, meg nekem is. Úgyhogy egyelőre maradjunk annál, hogy kommentekbe megbeszéljük a dolgokat, jó? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok!